annak, aki szeret minket, nem kell a szeretetéért könyörögni. Annak nem vagyunk túl sok. Ő kívánja a közelségünket, kívánja a testieséget, kíván minket. Ő nem tart minket állandó ellenőrzés alatt, mivel nem birtokolni akar, és megbízik bennünk. Nem akarja a figyelmünket kikényszeríteni, negatív figyelem is figyelem egy deckó szakosnak, hanem kiérdemelni szeretni azt. A kezeitől nem kell félni, mivel ha emelni őket, nem ütni akar, hanem átölelni, simogatni. Hangjatól nem riadunk meg, mivel nem bántalmazásra használja szavait, hanem a tisztelet, szeretet és együttműködés kifejezésére. Nem fordul el tőlünk fájdalmunkban, hanem ellenkezőleg felénk fordul, és a karjaiba vesz. Aki szeret minket, mind ezt úgy teszi, hogy közben észre sem veszi, mivel ez nem egy döntésen alapul, hanem a saját belső igényeiből fakad.